sziasztok, remélem jól vagytok. Itt vagyok, Kanba. És hát megint egy olyan videó francia leckét fogok csinálni, mint a múltkor, amikor mutogattam ezt, azt, amazt, és kérdeztem, hogy na, ez mi. Szóval egy körülbelül egy ilyen videó lesz ma is. És nyilván franciául is. Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis à Cannes. Comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, de nouveau, un cours de hongrois. Comme la dernière fois, là où je pointais un peu les choses à gauche, à droite, en long, en large et en travers. Je disais, ah, oh, ça, qu'est-ce que c'est, ça, qu'est-ce que c'est. Donc, ça va être de nouveau un cours de hongrois comme ça, là où je vais montrer, je vais dire qu'est-ce que c'est. Et on commence. Ez mi, c'est quoi? Ez a tenger, c'est la mer. Tenger, la mer. A föld közi tenger, la mer méditerranée. Föld közi tenger. Mer méditerranée. Méditerranée. A föld közi tenger, la mer méditerranée. Ez mi, ça c'est quoi? La plage, a strand. La plage, a strand. Szabad strand. Szabad strand. La plage. Et ça, c'est quoi? Un phare. És ez mi? Egy világító torony. Un phare. Egy világító torony. Egy világító torony. Un phare. Et ça, c'est quoi? És ez mi? Le bord de mer. A tengerpart. Le bord de mer. A tengerpart. Le bord de mer. A tengerpart. Et là, c'est quoi? És ott az mi? Un yacht. Egy yacht. Un yacht, egy yacht. C'est presque pareil, sauf que ça se dit pas pareil. Szóval majdnem ugyanaz, de nem ugyanúgy, mondjuk ki. És ott azok mik? Et là-bas, c'est quoi? Azok a pálmafák. Ce sont les palmiers. Palmafák. Les palmiers. Les palmiers, a pálmafák. És ez mi? Et ça, c'est quoi? Ez egy galamb. C'est un pigeon. Galamb, pigeon. C'est un pigeon, et c'est du galamb. Probable l'elfoutni. Il essaye de s'échapper. Et chazok mik, et ça c'est quoi? Les petits poissons, a kis halak. Les petits, a kicsi, poissons, halak. Donc les petits poissons, a kis halak. Et ça, c'est quoi? Et chez mi, c'est du sable. Ez homok. Le sable a homok. Le sable a homok. Et ott az mi, et là-bas, c'est quoi? Les rochers a sziklák. Les rochers a sziklák. Sziklák. Les rochers a sziklák. Et ça, c'est quoi? Et chez mi? Ce sont les vagues. Ezek a hullámok. Les vagues. A hullámok. Hullámok, les vagues. Itt Nizzában meg Kányszürmerbe a tengerpart nem homokos, hanem kavicsos. Ilyen nagyon nagy kavicsos. És nem nagyon kényelmes, amikor ezen gyalogol az ember. Un galet, egy kavics, ga. Le kavics. Des galets kavicsok. Ez mi? C'est quoi ça? Egy kagyló. Un coquillage. Egy kagyló. Un coquillage. Egy kagyló. Un coquillage. Oui, je dois vous avouer que celui-là, il est particulièrement petit et tout, mais j'en ai pas trouvé un plus grand là pour vous montrer. Szóval igen, ez nagyon pici, de nem találtam nagyobbat megmutatni nektek.
Szóval egy, de az van odaírva, hogy ici commence la mer, ne rien jeter, ami azt jelenti, hogy itt kezdődik a tenger, nem szabad bedobni semmit, szóval, hogy az emberek ne szennyezzék a tengert. Vannak ilyen kiírások így mindenhol, Cannes-ban, meg másik városokban is. Szóval ici, itt, commence, kezdődik, la mer, a tenger, ne rien, szóval semmit, jeter, kidobni, vagy dobni. Ici commence la mer, ne rien jeter. Donc en hongrois, it, ici, qu'est-ce de dic, commence, qu'est-ce de dic, la mer, o tenger. Et on dirait ne dobjon ki semmit, ou alors semetet kidobni tilos. Ne dobjon ki semmit, ou alors semetet kidobni tilos. Ne dobjon ki semmit, semetet kidobni tilos. Egy falfestmény, une fresque murale. Egy falfestmény, une fresque murale. Egy falfestmény, une fresque murale. Remélem, hogy tetszett ez az új francia leszke, és nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok! J'espère que cette nouvelle leçon vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois. Ciao, bye bye!